Finder a Mac OS 10 egyik legfontosabb alkalmazása. Ő kezeli a fájlokat, alkalmazásokat, hálózati kapcsolatokat, lemezeket és különböző egyéb eszközöket. Az asztalt, a menüsort és a dokkot is a Finder kezeli. Amikor a Mac 10 fut, a Finder is folyamatosan működik. A Finder segítségével fájlokat kereshetsz és rendezhetsz, nyithatsz meg, CD és DVD lemezeket írhatsz, alkalmazásokat indíthatsz, és más számítógépeken tárolt dokumentumokat érhetsz el. A Finder ablakot úgy nyithatod meg a legegyszerűbben, ha a dok bal oldalán lévő mosolygós ikonra kattintasz. Ez az ikon mindig itt van, nem lehet levenni a dokról. A Finder ablak bal oldala a gyakran használt elemek gyors elérésére szolgál. Itt a következők jelennek meg a számítógépes csatlakoztatott belső és külső adattárolók, a helyi hálózaton elérhető számítógépek, a legfontosabb saját mappák a személyes adatokkal, az alkalmazások mappája, a dokumentumok automatikus rendszerezésére szolgáló okos mappák. Az oldalpanel testre szabható. Itt érdemes elhelyezni a leggyakrabban használt mappákat, vagy esetleg fájlokat. A Finder ablak legnagyobb részében a fájlokat és mappákat láthatod. Ezek között négy különböző nézetben navigálhatsz. A nézetek között az eszköztáron elhelyezett ikonokkal, vagy a Command 1, Command 2, Command 3 és Command 4 billentyű kombinációkkal lehet váltani. A nézettől függően a fájlokat dupla vagy szimpla kattintással tudod megnyitni. Ha mappát nyitsz meg, akkor annak tartalma a Finder ablakban fog megjelenni. A macOS 10 Leopard egyik hasznos újdonsága a Quick Look, amely lehetővé teszi, hogy külön alkalmazás elindítása nélkül belenézz a fájlokba. A Quick Look-kal megnyithatsz képeket, videókat, zenéket, PDF dokumentumokat, táblázatokat, bemutatókat és még számtalan mást. A Quick Look funkciót egy fájlonálva állva, a Space billentyűvel lehet elérni. A Spotlight a Mac OS X keresője, amivel bármit megtalálhatsz a gépeden. A Spotlight nem csak a fájlok -ok neve alapján keres, hanem tartalom és egyéb információk alapján is. A fájlokon kívül megtalálja az egyes alkalmazásokban eltárolt adatokat is, mint például címjegyzékbejegyzéseket, e-mail üzeneteket, vagy tennivalókat. A keresés megkezdéséhez kattints a képernyő jobb felső sarkában található nagyító ikonra. Írd be a kereső kifejezést, és az eredmények azonnal megjelennek a találati listában. A Spotlight keresőt még gyorsabban eléred a Command Space billentyű kombinációban. A Spotlight sok alkalmazásba be van építve. Ezek egy Spotlight kereső mezőt tartalmaznak az általuk kezelt információk szűrésére. Ilyen alkalmazás például a Finder, a Mail, vagy az Address Book. A Spotlight egy nagyon hasznos lehetősége, hogy smart foldereket vagy magyarul okos mappákat lehet a segítségével készíteni. Ezek olyan mappák, amelyek tartalma egy meghatározott kereső kifejezés eredménye. Például a Finderben lehet olyan okos mappát, amely a számítógépen tárolt összes képfájt tartalmazza, függetlenül attól, hogy ezek fizikailag hol vannak. A címjegyzéketben lehet egy olyan okos csoport, amely csak azokat a partnereket tartalmazza, amelyeknek van e-mail címe. Vagy a levelezőben lehet egy okos postafiók, amely csak egy bizonyos feladótól ebben a hónapban feladott leveleket tartalmazza. A macOS 10-ben a hagyományos alkalmazásokon kívül rendelkezésre állnak kisebb kütyük, a widgetek, melyeket a dashboard felületén érhetsz el. A dashboard egy réteg a felhasználói felületen, Mely egy gomnyomásra láthatóvá válik, egy következő gomnyomásra pedig eltűnik. A dashboard alapértelmezett gyors billentyűje az új billentyűzeteken az F4, a régebbieken pedig az F12 billentyű. A dashboardon tetszés szerint helyezhetsz el widgeteket, melyek más és más célt szolgálnak. Például információval látnak el, Gyorsan elérhető felületet kínálnak valamilyen alkalmazás vezérlésére, vagy önálló szolgáltatásokat kínálnak. Az interneten több ezer többnyire ingyenes digitál rendelkezésedre. Ha már van egy megkintosod, amelyen a fotókat, zenéket és filmeket tárolod és lejátszod, akkor miért ne élvezhetnéd ezeket például egy fotelben ülve? Erre való a front row alkalmazás. Az Apple Remote segítségével válogathatsz a meken tárolt filmek, zenék és fotók között. Elérheted a lakás többi számítógépén lévő megosztott tartalmakat, és megnézheted a legújabb filmbemutatókat. A front row a távraintó menü gombjával hozható működésbe. Értelemszerűen a fel és legombokkal lehet közlekedni a menükben. A kívánt menüpontot a középső lejátszás gomba lehet kiválasztani.

A leopárnak saját biztonsági mentést készítő megoldása van, a Time Machine. A Time Machine elment és megőriz mindent, ami a számítógépeden van. Beállítás után időközönként automatikusan biztonsági mentést készít a számítógépedről, így neked ez semmilyen erőfeszítésedbe nem kerül. A Time Machine a beállításoktól függően komplett biztonsági mentést készít, amely tartalmazza a rendszerfájlokat, alkalmazásokat, zenéket, fotókat, dokumentumokat és minden mást, amit a számítógépen tárolsz. A törölt vagy módosított adatok visszaállítása látványos és egyszerű. A 10 elemeinek működését a System Preferences vagy magyarul rendszerbeállítások alkalmazásban szabhatott testre. Ez az alma menüből indítható. A rendszer beállítások alkalmazásban csoportosítva jelennek meg a különböző beállításokhoz vezető ikonok. Egy ikonra kattintva megjelenik a témához kapcsolódó ablak, ahol gyakran több oldalon lehet beállítani a kívánt paramétereket. A macOS 10-ben a módosított beállítások érvényesítéséhez a legtöbb esetben nem kell külön mentés gombra kattintani, az új paraméterek már az átállítás pillanatában érvényesek lesznek. A macOS 10 több felhasználós rendszer, ami azt jelenti, hogy a számítógép minden felhasználójának saját védett környezete lehet, saját fájlokkal és beállításokkal, saját levelezéssel, saját címjegyzékkel, egy szóval mindenki majdnem úgy dolgozhat, mint a külön számítógépe lenne. A felhasználók megoszthatják egymás között a dokumentumokat, fotókat, videókat és zenéket. Mindenki beállíthatja, hogy a saját tulajdonában lévő fájlokhoz kiférhet hozzá és mit csinálhat velük. Az egyes felhasználói környezeteket szülői felügyelettel is el lehet látni, ami azt jelenti, hogy a rendszergazda meghatározhatja, hogy egy felhasználó milyen alkalmazásokat indíthat el, milyen weboldalakat nézhet meg, kivel levelezhet és hasonlók. Ez nem csak gyermekek esetében hasznos, hanem vállalati környezetben is, ahol a rendszergazda felel a számítógépek megfelelő működéséért. A felhasználók akár kijelentkezés nélkül is átadhatják egymásnak a számítógépet. Ezzel nagyon kényelmessé válik a több felhasználós környezet. A megretelepített alkalmazások többsége az alapértelmezésben a Finder baloldali panelén található Applications mappában érhető el. A legtöbb alkalmazás elsőre egyszerűnek tűnhet, de a tréning további részeiből hamarosan ki fog derülni, hogy nagyon erőteljes alkalmazásokról van szó. 1, 2, 3, plus 4, 5, 6 equals 579.